András képviselő urat, illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt osztálygyűlés, tisztelt államtitkár úr. Az egész országban elhíresült fideszes trafikmutyi nem csupán erkölcstelen és gyalázatos, de egyben rengeteg magyar vállalkozót lehetetlen helyzetbe is hozott. Az önök által elfogadott törvény indoklása még alapvetően arról szólt, hogy azért csökkentik drasztikusan a dohányárut forgalmazó üzletek számát, mert így akarják megvédeni a fiatalkorúakat a dohányzás ártalmaitól. Továbbá, hogy ezek az üzletek a tartós munkanélkülieknek, a megváltozott munkaképességűeknek és a gyesről visszatérő édesanyáknak teremtenek majd munkalehetőséget. A célok persze nemesek, de ezeket anélkül is el lehetne érni, hogy több ezer magyar vállalkozót tönkretesznek. A törvény ugyanis eddig sem engedte meg, hogy a 18 év alattiaknak dohányárut adjanak el. Talán inkább be kellett volna tartatni a jogszabályokat. De az is megoldás lehetett volna, hogy az érintettek bevonásával előíratnak egy üzleten belüli elkülönítést, és megszabnak bizonyos nagyságrendű koncesziós díjat azzal, hogy mindenki, aki a meghatározott feltételeket teljesíti és megfizeti a díjat, megkapja a dohánytermékek árusításának a jogát. Ezzel sok ezer vállalkozás megmenthető lett volna, és a megnevezett célok is elérhetőek lettek volna. Ám mára tisztán látszik, hogy egyáltalán nem ez volt az igazi cél, hanem az, hogy a rokonaikat, a haverjaikat és főként saját magukat zsíros üzlethez juttassák. Ami pedig a munkanélkülieket, a megváltozott munkaképességűeket és a kismamákat illeti, nem látjuk, hogy nagy tömegbe váltak volna a trafiktulajdonossá, sőt. Önök viszont szégyenletes módon az ő hátuk mögé bújva mutyiztak. Most meg ki akarják zárni a nyilvánosságot abból, hogy betekinthessen a család módon elbírált pályázatokba. A szekszárdi fideszes képviselő világosan megmondta, hogy önök választották ki, hol frakcióülésen, hol a választókerületi vezetésben, hogy ki nyerhet trafikpályázatot. A nyertesek nevei minden településen önmagukért beszélnek. Mondhatnak önök akármit, mondhatnak bármit, az országban mindenhol tudják, hogy mit műveltek, mégpedig szervezetten, központilag irányítottam. Ezért kérdezem az államtitkár urat. Miért gondolták, hogy nem a törvény betartatása a megoldás, hanem a meglévő vállalkozások ezreinek a tönkretétele? Miért nem adtak lehetőséget minden kereskedőnek, hogy teljesítse a megfelelő körülményeket, követelményeket? Miért csak a rokonaik, haverjaik nyerhettek? Hány tartós munkanélküli, megváltozott munkaképességű és kisgyermekes édesanyja lett trafiktulajdonos a pályázat után? Miért nem merik nyilvánossá tenni a pályázatokat? És végül, hogyan kerültek a pályázók nevei illetéktelen kezekbe, majd milyen törvénytelen úton került vissza a Fidesz által támogatott későbbi nyertesek listája a Fejlesztési Minisztériumba? Államtitkár úr, legalább most már egy kicsit szégyellik magukat? Várom megtisztelő válaszát, köszönöm.